Ertl Péter a vendégünk, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Jó reggelt! Hát én azzal kezdeném, hogy van-e már új helyük, de hát már szinte tudom a választ, mert hát mindenesen sokféle esemény van, a legkevésbé még a Nemzeti Táncszínházé. Hát igen, 2014. szeptemberében kiköltözött a Nemzeti Táncszínház, a Várszínház a Karmelita Kolostor épületéből, és az elmúlt évad az az időszak, amikor már átmeneti helyszíneket bérelve játszott a magyar táncszakma a Táncszínház szervezésében. Azt mennyire fogadta jól a közönség, hogy szét lett szorva ez az egész? Tehát, hogy van 3-4 helyszín ahol rendszeresen, de nem minden nap, tehát nem lehet tudni, hogy ma oda megyek-e vagy nem. Én úgy látom, hogy a stratégiám az jó volt. Tehát a Nemzeti Táncszínház 2005 óta 100 előadást bonyolít a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában. Ezek az előadások nagy sikerrel zajlanak, ezt nem is érintette ez a folyamat. De a Millenáris Teátrum körüli befogadó helyszínekre kéretőztünk be, és ott MOM Kulturális Központ, Marci, Hagyományok Háza, Várkert Bazár, ezekben a helyekben az első néhány hónapban volt nézőszám visszaesés, de utána sikerült ezeket a számokat jól irányítani. Ez abból is adódott, hogy tényleg nagy érdeklődés van a magyar táncművészet iránt, illetve a befogadó helyszíneknek is volt saját közönsége, tehát akit elvesztettünk a saját bázisunkról, azok az új helyszíneken csatlakoztak hozzánk, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy előadásszámban, nézőszámban tudtuk tartani, és ki tudtuk szolgálni a budapesti igényeket. Na de mi van a Millenárissal? Ugye az volt a nagy dolog a Nemzeti Táncszínházban, hogy lett, hogy megvalósult, hogy kapott egy fix helyet, hogy olyan volt, mintha lenne egy olyan helye a magyar táncnak, ahol nap mint nap, estéről estére lehet valamit találni. Ugye ezért kellene a Millenáris, hogy ezután is így legyen. Hát ezt minél előbb kellene, mert ez korodálja és nagyon nehéz helyzet elé állítja a táncszínház szakmai csapatát, az együtteseket, de a közönséget is. Tehát minél előbb szükség lenne rá. Valóban így van, hogy a táncszakmát megemelte és segítette az, hogy önálló intézményt kapott, tehát bízom benne, és a 2009-es első alkalom, amikor a Várszínház eladásra vagy a tánctól való elvétele szóba került, akkor egy nagyon komoly szakmai felbuzdulással ezt a folyamatot meg lehetett fordítani. Most 2014-ben a szakma úgy döntött, hiszen egy olyan ígéretet kaptunk a Millenáris Teátrummal, amivel valóban egy 21. századi tánccentrum lehetősége körvonalazódott, hogy átadjuk az épületet, kiköltöztünk, vállaltuk ezt. Volt döntési lehetőségük? Tehát mondhatok volna azt, hogy nem. Önmagában az a felajánlás, amit kapott a szakma, az elég szimpatikus volt, és ez volt az a döntés, helyzet, amikor azt mondtuk, hogy igen, mi kiköltözünk, és gyakorlatilag egy nagyon rövid időn belül átadtuk az épületet. Hát szinte menekültek, tehát pillanatok alatt kellett menni tényleg. De hát ugye ez azt is jelenti, hogy akkor egy másik kapu meg be lehet vinni a holmikat, amiket kiosztunk a Várszínházból, de nem, mert egy Millenáris az még mindig nincs. Egyelőre a kapu nem nyílt meg, de a folyamatok zajlanak, egyeztetések, engedélytervek folyamatban vannak, tehát ha bár egy elmúlt előző hetekben zajlott egy egyeztetés miniszterelnökség, emberi források minisztériuma képviselőivel együtt, amiben tájékoztatást kaptunk arra, hogy várhatóan még egy évadot ugyanebben a szisztémában kell leszervezni és lebonyolítani. Ezt eddig is tudta, gondolom. Tehát hogyha valami júniusban nem látszik, akkor az már szeptemberre nem lesz meg. Szeretem, hogyha kapunk konkrét információt. És mit kapott? 16. szeptember? A következő évadot még ebben az állapotban kell leszerveznünk, tehát az azt jelenti, hogy premiereket, új bemutatókat ezeken az új helyszíneken kell lebonyolítani. A saját művészeti koncepcióját, amivel egy színházat igazgat az ember, mennyire érinti az, hogy ennyire szét vannak szórva? Tehát, hogy most nincs meg az épület. Önmagában azok a produkciók, amelyeket az együttesek, hiszen a Nemzeti Táncszínház befogadó színház, közel 40 társulattal dolgozunk, a társulatok több alkotóval dolgoznak, tehát sok-sok 500-600 táncművész, 40-50 alkotó, akik a saját koncepciójuk alapján készítik az új előadásokat. Tehát ez egy nagyon izgalmas, befogadó színház, rengeteg stílussal, rengeteg műfajjal. Ezek az alkotók dolgoznak, terveznek, pályáznak, készítik az új bemutatóikat. Ezeket kell új helyszínekre elhelyezni. Önmagában a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság az a nehézsége, de azok a produkciók, amik megszületnek, abban biztos vagyok, hogy hasonlóan professzionális színvonalban jelennek majd meg a közönség előtt. Most a Várkert Bazár lesz a nyári otthonuk, legalábbis egy fesztivál erejéig, az ugye majd júliusban kezdődik, egy hetes lesz. Mennyi mindent lehet egy hét alatt megmutatni? Összességében 11 előadást terveztünk, ezt
a Várkert bazár előtt a várban, a Karmelita Kolostor udvarán szerveztük, az egy csodálatos szabadtéri helyszín volt, és ott fölépítettük a színpadunkat, nézőterünket, és ott bonyolítottuk ezeket az előadásokat. Tehát gyakorlatilag a metódus ugyanaz, várjuk a közönségünket, most nem fel a várba, hanem le a vár alá, a Várkert bazár öntőház udvarára, ahol ugyanúgy ezt a nyáresti meleg hangulatot tudjuk ígérni, és ugyanúgy azok a produkciók, amik fent megjelentek, hasonló stílusban. Tehát lesz magyar néptánc, aki Magyarországra érkezik és szeretné megismerni a magyar folklort, az ezt megteheti, de ha valaki Magyarországról kitekinteni szeretne folklor témában, akkor argentin tangót, flamenkót, indiai táncot ígérünk, de elkalandozunk a kortárs tánc felé is, tehát lesz Budapest Táncszínház és egy jazz feldolgozás is Feledi előadásában, a trio a la Kodály feldolgozásában. Önök felé nem a kortárs tánc az igazi elvárás? Most a nyári szezontól és a idegenforgalmi érdekességektől függetlenül? Kérdem ezt azért, mert ugye annak nincs igazán otthona. Hát a Nemzeti Táncszínház a magyar tánc társadalmat segíti, és azoknak, ezeknek az együtteseknek nyújt színpadain fellépési lehetőséget. A magyar táncpaletta pedig nagyon széles. Kortárs tánc együtteseink vannak talán a legtöbben, de a magyar néptánc együttesek is, így például a Dunaművész együttes, a Magyar Nemzeti Tánc együttes Zsurászki Zoltán vezetésével, és a többi társulat is dolgozik a saját eredeti stílusával, de feldolgozza ezeket. A néptánc kortárs néptáncot ad elő, a klasszikus balett, modern balettet, vagy kortárs balett irányba néz ki. Tehát mindegyik stílusban van egy feldolgozás, van egy útkeresés, van egy előretörekvés, és ezeknek az előadásoknak vagyunk mi a helyszínen. A saját szíve lelke hova húz? Ugye baletton végzett, néptánccal folytatta, vagy évtizeden keresztül. A szíve csücskében melyik van inkább? Hát én előadó művészként néptánc művész voltam, de a Honvéd Együttes, az akkori Honvéd Együttesnek a táncszínházi produkciói vonzottak a leginkább. De dolgoztam Bozsik Ivettel, Kovács Gerzson Péterrel, sőt tanítottam Pina Baus társulatát is, amikor itt voltak Magyarországon. Tehát azt mondható, és egyébként klasszikus balett és néptánc mester végzettségem is van. Tehát azt lehet mondani, hogy a tánc minden iránya érdekel. Leginkább az a személyes üzenet, amikor egy táncos felmegy a színpadra, megfogalmazza, eltáncolja maga koreográfiáját, a maga érzelmeit, és az eljut a nézőhöz. Mi nézők mindig tudjuk, hogy mi az, ami igazán belülről jön? Vagy sokszor a technikának engedünk? Hát van a mondás, nem tudom, mit látok jobban, a táncost, vagy a táncot. Ezt a dilemmát nem tudom feloldani, de a nyitott szemű, nyitott szívű közönség azt mindig megérinti a táncművészet. Július 23-án kezdődik a Nemzeti Táncszínház táncs sorozata a Várkert bazárban, az öntőház lesz az új helyszín tehát, és ez volt az apropója, hogy mi erről beszélgettünk. De egy nagyon fontos információ. Lehet kapni? Jegyeket lehet kapni, az Interticket, illetve a Nemzeti Táncszínház honlapján, de az nagyon fontos is, erre nagyon ügyeltünk akkor is, amikor fenn voltunk a várba, hogy ha az udvaron rossz idő van, és az eladás esetleg a szél vagy az eső miatt nem megvalósítható, akkor beköltöztünk a színház teremben. Így most, ha a Várkert bazár öntőház udvarán rossz idő van, akkor a multifunkcionális teremben a műszak párhuzamosan beépítve előkészül, és az előadás mindenképpen megvalósul. Tehát ha rossz idő van, ha borongós, akkor is bátran induljanak neki, mert az előadások meg lesznek, ami után minden esetben táncházzal, tánctanítással, tehát aki megnézte és kedvet kapott, azután ki is próbálhatja a művészekkel együtt. Legyen az a végszó, hogy ha esik, ha fúj, ha van ház, ha nincs táncszínház. De legyen ház. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm.